Szevasztok srácok, Csipi vagyok, és ez most megint egy ilyen gyors kis squad building challenge-es SBC-zős videó lesz. Ugye nagyon kevés SBC van már bent a játékban, amit még nem csináltunk meg, ezek közül leginkább már csak ilyen endofen érás játékosok vannak. Nézzük, hogy mik maradtak még bent. Igazából a héten csak ez a Chan, meg ez a Son maradt bent, de ugye ez a kettő megvan nekünk már korábbról, tehát nem kellett őket megcsinálni. Viszont van itt ez a Frank Lampard, ugye a Chelsea volt játékos, aki a New York Cityből vonult vissza, és a Chelsea-ben 13 évig volt meghatározó játékos. Ezt a 94-es kártyát már a kezdetektől fogunk tudni csinálni, ugye Gerard mellé pont tökéletesen fog illeni az angol csapatunkba, szóval most ezt fogjuk megcsinálni. Nagyon jó kis kártyának tűnik egyébként a statisztikák alapján, szóval mindenképpen kell, eldöntöttük már régebben. Ugye a csapat nagy része már kész volt, és akkor ehhez vásároltunk most 2-4-6 darab aranyjátékost. Ugye ebbe az SBC-be kell egy Team of the Week vagy egy Foot Champions Reward Player, 3 darab Team of the Season Player, 1 darab Team of the Tournament Player, 85-ös rating, 70-es chemistry és 11 játékos, mert ez nem Partial Squad Challenge. Hát ezt mi így oldottuk meg, ugye 6 játékos már megvolt előzőleg, és akkor most, nem, 5 játékos volt meg előzőleg, és most 6-ot kellett vásárolnunk hozzá, ugye ezt a 6 arany játékost. A speciális játékosok voltak meg egyébként már előzőleg. Nézzük, hogy mennyibe kerültek. 15.500 volt az oblák, ez szerintem nem volt vészes, 3.600 a Musacchio, ugye kicsit drágább volt, mert átment közben a Milánba. A milánosok sokkal olcsóbbak egyébként. Juanfran 2.800, Garay 3.900, nem volt vészes a 84-es védőért. Megvolt, ugye előzőleg megvolt, ő is megvolt, Nasri 1600, Vaughan megvolt, ugye nyitottuk pakból, Vossent is, és akkor 3700 volt ez a 84-es Carrasco, szóval nagyon olcsó volt ez az SBC, egy 32.000-ből kijött, ugye, hát Carvajal ugye megvolt, egy Foot Champs Reward pakból kaptuk, ezt a három tocos játékost pedig különböző marki matchupokból, illetve talán valamelyiket délin nyertük, de lehet, hogy mind a három marki matchupból jött, mind a három halál fos, nem is tudjuk beépíteni őket sehova, úgyhogy azokat nem is bánom. Ez a Pozuelo még azt hiszem egy déli knockouton nyert játékos, őt sem igazán tudjuk beépíteni sehova, úgyhogy mehet ebbe az SBC-be, tehát arra pont jó, 84-es felviszi a ratinget, teljesen jó idő szerintem. Semmilyen csapatban nem élene benne, maximum a spanyolban, de oda meg túl kevés. És akkor van ez a Carvajalunk, ugye 86-os CDM, ez is tök jó, felviszi a ratinget. Beépíteni nem is tudnám, mert nincsen spanyol, nincsen portugál, és portugál ligás csapatunk sincsen a játékban, úgyhogy pont erre jó, hogy ebbe az SBC-t beáldozzuk. Az a 3-tól, mondom, teljesen értéktelen számunkra, tehát soha nem használnánk egyiket se szerintem, úgyhogy mehet mind a három idézőjelbe eldiszkárdolásra. Nyomjuk is el. És akkor végre miénk ez a 94-es Frank Lampard End of an Era kártyája. Brutális kis kártyának néz ki. 80-as pace, 96-as lövés, 90-as passz, 88-as labdavezetés, 90-as fizika is. Ehhez még egy 78-as def érték is van, tehát egész fantasztikus kis kártya. 4 csillag, 3 csillag, médium, médium, fincsi kis kártya, 6 láb magas, úgyhogy mehet is a klubba. És akkor már csak ez az Alonso maradt bent. Nem tudom, megcsináljuk-e, lám, őt se tudjuk. Ezt a költet, ezt valószínű, hogy Tottit meg szerintem nem csináljuk meg. Talán költ lesz a következő, de majd kiderül. És akkor keressük meg az angol csapatunkat. Itt is van, legalul. Ugye idáig itt ez a kölcsönözhető Loan Lampard volt. Ide fogjuk betenni a helyére a normális változatát. Itt is van. És akkor ezzel szerintem az angol válogatott, idézőjelben válogatott csapatunk kész is van szerintem. Ezzel már nem fogunk semmit változtatni. Cseresor is atom durva. Ugye megnézem, hogy milyen angol speciális játékosaink vannak még. Sok Loan, van itt egy pár legenda. Rengeteg Loan játékos.
És akkor itt vannak, akik nem fértek be, vagy akiknek már egy másik változata ugye benne van a játékban, például Lálánának, vagy a csapatban meg Kénnek. Ez pedig itt a maradék, ugye Kimből is van egy tocos a csapatban, úgyhogy szerintem ez a csapat itt teljesen rendben van. Ezen nem is nagyon kell már szerintem változtatni, nem is nagyon fogunk már ezen változtatni, ez így. Így baba, ahogy van. Jó kis angol csapat. Na srácok, ennyi lett volna ez a gyors kis ilyen SBC-zős videó, amiben megcsináltuk ezt az Endrofon érás Lampard hát kártyát vagy játékost, és megmutattuk gyorsan az angol csapatunkat is. Ha tetszett, akkor dobd le egy lájkot, iratkozz fel a csatornánkra. Csipi voltam, köszi a figyelmet, szevasztok!